A koronavírus járvány felforgatta a világot. Magyarországon, így Medgyingben is a tavaszi első hullám különösen nehéz helyzet elé állította az üzleteket, kiemelten az élelmiszerláncokat. A pánikvásárlások okozta forgalmi felfutás néhány hétig tartott, utána normalizálódott a helyzet. Az egyik legnagyobb üzletláncnál azóta nem tapasztaltak hasonlót, azt mondják, kiegyenlített a forgalom. Ez azonban hamarosan megváltozhat, amikor elindul az évvégi roham. A kereskedelemben a két legfontosabb időszak a húsvét, illetve a karácsonyi szezon. A karácsonyi szezon kapcsán elmondhatom, hogy a Mikulásra 90 tonna csokoládé termékkel készülünk, illetve 400 tonna szaloncukor tervezünk értékesíteni a karácsony megelőző időszakban. Ha a karácsonyi szezon forgalmi számaira gondolok, akkor ez elmondható, hogy az átlagkosár 20-25%-kal növekszik, illetve a vásárlószám nagyjából 3-5%-kal fog emelkedni, és a karácsonyi szezon a teljes éves forgalom nagyjából 12%-át fogja kitenni. Az adventhez, illetve a karácsonyhoz közvetlenül köthetően a legfontosabb termékek, a legnépszerűbb termékek ilyenkor természetesen a csoki mikulások, a szaloncukor, a különböző édességek, a sütési alapanyagok, a friss áruk és természetesen az alkohol. Az évvégi ünnepi szezon másik kiemelkedő eseménye a szilveszter. A tavalyi év végén 70 ezer kilogramm salátát, csaknem 1000 tonna virslit és több mint 650 ezer liter pezsgőt értékesítettünk. Az áruházláncok mind azt tapasztalták, hogy ami hosszú távon megmaradt a vásárlók szokásaiban, az az, hogy ritkábban járnak a boltokba, akkor is leginkább nagy bevásárlás céljából, és már nem családi program az ételek beszerzése. Sem a szabályok betartása, sem a keresett árucikkek szempontjából nincs eltérés az ország különböző pontjain. A koronavírus újítást hozott abból a szempontból, hogy előtérbe került az online bevásárlás és a házhoz szállítás. Elindítottuk a Tesco doboz webáruház szolgáltatásunkat is azokon a helyeken, ahol nem elérhető a hagyományos kiszállítás. Így most már gyakorlatilag az ország egész területén házhoz tudjuk szállítatni a Tesco termékeit. Így azt gondolom, hogy ezzel is figyelünk, akár a távol élő rokonoknak tudunk ezzel segíteni. Az áruházban pedig, ahogy már a tavasszal igazából a biztonsági intézkedések nem változtak, plexifalak, a távolságjelző, padlómatrix, fent vannak a higiéniai pontokat, természetesen kint hagytuk, és a vásárlókat pedig arra kérjük, hogy működjenek velünk együtt abban, hogy hordják a maszkot, fertőtlenítsék a kezüket, hogyha az áruházba érnek, és tartsák a megfelelő távolságot, mert hogyha mindannyian odafigyelünk, akkor idén is egy szép karácsonyt tudhatunk majd magunk mögött. A raktározás ebben az áruházban is hónapokkal ezelőtt elkezdődött. A dekorációs termékeket már nyáron begyűjtötték, és ekkor kezdték az új szaloncukorízek fejlesztését is, amelyek már megvásárolhatók az ünnepekre.